ezen az interneten elterjedt felvételen éppen fenyőfát díszítenek ezek a fiatalok. Napjainkban a karácsonyi ünnep egyik legelterjedtebb szimbóluma a karácsonyfa, amelynek hagyománya Németországból indult útjára. A magyar népi kultúrában azonban nem a ma elterjedt formáját használták. Maga a karácsonyfa az, ami a karácsonyi ünnepkörnek ma a legfontosabb kelléke, az 16-17. Században már említik Németország területéről, Elzász területéről, ami majd szépen lassan terjed Németország egész területén. Ekkor még decemberi május fának nevezik, ami mögött megvan az a jelentéstartalom, hogy ugyanúgy feldíszítik decemberben ezt a fát. És szépen majd elkezd terjedni ez Bécs környékére, tehát osztrák területekre, onnantól meg már Magyarországra rohamosan terjed a 19. század első felétől. Magyarországon először az arisztokrata családok állítottak karácsonyfát, amelynek szokását aztán a paraszti társadalom is átvette. Azok a családok, akik mondjuk arisztokrata vagy előkelő polgári családokról van szó, sokat utaznak, az utazásaik során találkoznak a karácsonyfaállítás szokásával, és Magyarországon például a Podmanickiak az első családok egyikei, akik karácsonyfát állítanak majd, és ekkor a díszítés ez sokkal egyszerűbb, mint manapság, tehát a dió, alma, termések, pattogatott kukorica, és nagyjából ezt a formát veszik majd át a paraszti társadalomban is. És itt az a fontos, hogy a karácsonyfa, azt sok esetben, mondjuk Enyin környékéről is van olyan gyűjtés, hogy azt a mestergerendára akasztják fel. Tehát, hogy kerülhet mondjuk az ünnepi asztalra, de a mestergerendára is föl lehetett akasztani. A paraszti kultúrától a zöldágállítás nem teljesen idegen, hiszen Katalin, illetve Borbála napkor is ezzel fejezték ki a termékenység szimbólumát. Maga az örökzöld fenyő feldíszítése és elterjedése jelentette az újdonságot. Írásos dokumentumok támasztják alá, miszerint a 20-as, 30-as években az ország számos területén elterjedt, és lehetett találkozni vele.